Na szevasztok srácok, üdvözlök mindenkit a Játszó téreném akam vagyok, itt legyek egy újabb 5 furcsaság a Forza Horizon 4-ben epizóddal. Ebben az epizódban az 5-ből 2 furcsaság a Fortune Islanden lesz bemutatva, elég érdekesek lesznek, amik ott történnek, úgyhogy azért el kell mondani, srácok, hogy a DLC-ben is van hiba. úgyhogy nehéz tovább távol szót, nézzük meg, hogy mi a mai 5 furcsaság. Az első furcsaságot a Ford Deluxe Coupé driftre tuningolása közül vettem észre, ugyanis, hogyha versenyrugóról rallira váltatok, és utána driftre, majd ezt vissza, akkor a felfüggesztésnek, vagy a guminak, de nem tudom, mindenkin, ütődés hangja van tulajdonképpen, de egyszerűbb, hogyha megmutatom, és akkor hallani fogjátok. Tehát, ha megvárjátok, hogy a ralli felfüggesztés teljesen ugye elérje a magasságát, majd hirtelen ráváltatok egy nagyon alacsony rúgó beállításra, ami például a verseny vagy a drift, akkor egy ilyen furcsa, mint a felfüggesztés hozzáütődne a kasznihoz, vagy valami valamivel összeérne, pontosan nem tudom mi ez a hang, de olyan, mint a felfüggesztést csinálná. Ezt még más autónál nem vettem észre. Írjátok a kommentbe srácok, hogyha valamelyik autónál ezt észrevettétek következő furcsaságot Arthur Szítnél vehetjük ki észre azon a pályán, azon az útvonalon, ahol a kedvenc körverseny, a Park körverseny is található. Ugyanis, hogyha itt, látjátok, itt van előttünk egy kőfal, hogyha a kőfal mögé bementek, akkor az történik, hogy ki tudtok rajta jönni, Ugyanúgy, ugye, mint az előző furcsaságok videóba, a hídnak a falánál. Ugyanígy szépen át tudtok rajta menni. Látjátok, kilóg a kocsi. Mindjárt megnézzük ezt fotó módban, mert fotó sokkal jobban látszanak ezek a dolgok, ugye? Tehát nagyon szépen ki lehet rajta jönni. Viszont ö, bemenni ugyanúgy nem tudunk rajta, mint ugye az előző futsoságok részben a hídnak a falánál. Tehát szépen át tudsz rajta jönni, viszont hogyha vissza szeretnél menni rajta, az már nem fog sikerülni. Tehát ezek olyan fajta bágok, amik csak így tulajdonképpen az út felé működnek, visszafelé a domflé, ez sem működik. A következő furcsaságot a Cascador Horizon Story mellett találhatjuk meg a dombon, ugyanis itt van egy lebegő fa, mindjárt is mutatom megtek. Erről a fáról beszélek, srácok. Ez minden évszakban más, milyen magasságon van, ezt nem is tudom elképzelni, hogy hogy működik. Most, hogy jelen pillanatban tavasz van a játékban, itt elég alacsonyan van, de télen olyan magas, hogy tulajdonképpen az egész autó alá fér. Ö, látszik is egyébként, hogy ahol elkezd vastagodni a fa, ott már picit más a textúra, úgyhogy valószínű, hogy ezt a részt, ami már vastag, ezt a föld alá szánták, mert látjátok, hogy nagyon-nagyon bagos textúra látszik ezen a részen, úgyhogy ez biztos, hogy úgy szánták ezt a fánt, hogy ami alul van már rész, ami vastag, azt tuti, hogy a föld alá akarták betenni. De egyébként, hogyha picit jobban ráállunk, akkor tulajdonképpen bele is tudunk állni a fába látjátok, hogy ez a része, ami meg van vastagítva, tulajdonképpen nem létezik, nincs neki hitboxa, hanem nagyjából addig tudunk bemenni, amíg a, a fának a normális törzsvastagsága látszik. A következő furzaságot Fortune Islanden vehetjük észre, ugyanis, hogy eljöttek erre a helyre, amit a minitérképen is láttok, akkor azt vetted a készre, és éjszaka látszik a legjobban, hogy ezen a helyen, ahol most ugye én a Ford Fiesta-val állok, tulajdonképpen itt a lebegnek a kövek a föld fölött. Nagyon jól látszik egyébként, ugye pont jó, hogy éjszaka volt, hogy sötét volt, és most hajnalodik, ugyanis itt talán így még jobban látszik, hogy mennyire lebegnek a kövek, hisz ugye nagyon jó meglet, meglettek világítva, tehát éppen itt ezen a helyen tényleg itt ezek az apró kavicsok, hát annyira nem aprók, de ezek a kövek itt lebegnek a levegőben. A következő furcsaság ismételten Fortune Islanden található, ugyanis, hogyha erre a helyre eljöttök, ahol látjátok, hogy éppen állok, akkor a következő furcsaságot lehetetek észre. Eléggé viccesek srácok ezek a textúra bugok, ugyanis itt például ezen a helyen bele tudsz menni a hegybe, de nem kicsit. Tehát nem az, hogy egy picit belelóg az autó, tulajdonképpen szinte el tudja nyelni az egész Verdát a hegy. Ez véletlen viccesen néz ki. Hihetetlen, hogy ebben a játékban ilyen szintű, ilyen bugok vannak. Nem, nem hiszem el egyszerűen, srácok. Ennyire lett volna ez a videó, srácok. Remélem, hogy tetszett. Ha tetszett, akkor dobjatok rá egy lájkot, like és hogyha nem szeretek lemaradni a többi epizódról, vagy más játékokból készült live-okról, videókról, akkor mindenki piratkozatok fel a csatornámra, és nyomjatok be a kicsi csengőt mellette. És hogyha van olyan bug, furcsaság, feature a játékban, amit meg szeretnél velem osztani, és még nem volt videóban, és úgy gondolod, hogy tök jól néznek egy videóban, akkor mindenképp a Discord szerveren a furcsaságok a Forzában című szobában Írta nekem, és hogyha tényleg nem ismertem, vagy még nem szerepelt videóban, akkor a neveddel együtt bekerülhet akár a következő részbe. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok a játszótéren, én magam voltam, sziasztok!